Sajtó Sándor, Tahitót falu polgármestere elmondta, a tanítási szünet miatt a nyár a legalkalmasabb időszak az iskola felújítási munkálatainak elvégzésére. Az oktatási intézményeket működtető tankerülettel kötött megállapodás alapján és Verebélyi Ákos tankerületi vezetővel való rendszeres egyeztetéssel Tahitót faluban tulajdonosként az önkormányzat végeztetheti el az ide tartozó épületeken a felújítási karbantartási munkálatokat. Ez a tankerület szempontjából költséghatékony megoldás, az önkormányzat pedig figyelemmel tudja kísérni a tulajdonában lévő épületek állapotát, emelte ki a polgármester. Érint a népház ugye önkormányzati tulajdonban van, de egy bizonyos összeget ugye kapunk egyébként a tankerülettől ennek a működtetésére. A sportcsarnokban is van mit tennünk, tisztasági festések, mázolások, csempejavítások, nyílászároknak a megigazítása, a kilincsek helyretétele megigazítása. Tehát sok-sok olyan apró karbantartási munka van, amit szeptemberig nekünk teljesíteni kell. A tankerülethez tartozó épületeken kívül az önkormányzat által működtetett Almási utcai, valamint Petőfi Sándor utcai óvodában is vannak szükséges felújítási feladatok. El kell végezni az udvarok, a játékok és egyéb eszközök karbantartását, mondta Sajtós Sándor. A polgármester kiemelte, a település idén 18 millió forintért az egykori TSZ épülettel szemben megvásárolt egy szint, ahová a téli síkosság mentesítést végző gépeket szeretnék telepíteni, áthelyezni, illetve megfelelő védelemmel ellátni. Ezen az épületen is számos tennivalója akad nyáron az önkormányzatnak. A vízeti hálózatot képíteni, a szennyvízházat megoldani, hát ebben is lesz nyáron munkánk, hogy a téli időszakot már gyakorlatilag logisztikai bázisként azt a telephelyet tudjuk tekinteni, pedig a hivatal udvarát, mert sokan látják ügyfélforrás időben, mint egy gépállomás, hogy jönnek, mennek, dübörögnek a gépek, tehát kinőttük a hivatalnak az udvarát, már az itt korábban megépített színek nem vésznek kárba, hiszen azt láthatjuk, hogy olyan idős körülményeket élünk meg, vagy árvizeket élünk meg, amely szükségesen tette azt, hogy az önkormányzat rendelkezzen egy olyan operatív beavatkozásra alkalmas erőeszközzel, amit ezekben az zárt rendszerekben kívánunk elezni, világító berendezés, szivattyúk, agregátor, traktor, hómaronk, tehát ezeket szeretnénk itt védeni, és nem szeretnénk, hogy minden árvízkor kelljen venni 200 lapátot, 200 köpenyt, tehát ezeket megfelelő, biztonságban megfelelő képpen tudjuk tárolni, kezelni, és ha szükség van, akkor veszük le a lakatot. Mindezek mellett útkarbantartási munkálatokat is végeznek ebben az időszakban Tahitót faluban. Sajtós Sándor elmondta, a feladatok nagy részét az önkormányzat fizikai állományával végeztetik el. Itt szeretnék nagyon nagy köszönet mondani a fizika állománynak, és el kell mondani, hogy óriási munkát végeznek, a településünk nagy, a zöld felett nagy, az lakossági elvárás nagy. A polgármester arra is kitért, hogy még mindig nagyon sok az illegális hulladék lerakás a településen, ami további feladatokat ad az önkormányzat számára. Ennek a problémának a megoldására jó lenne, ha nagyobb lenne az összefogás, és az emberek figyelmeztetnék egymást a közösségi együttélés szabályaira. Van ebben már előrelépés, de még rengeteg a feladat. Ugye a szelektív szigetek megszüntetése nagy erőlépés jelentett, de még mindent nem oldott meg. Tehát még a tökéletestől, vagy a tökéletességnek a megközelítéséhez is nagyon messze vagyunk. Nagyon nagy baj az, hogy még mindig 5-6 millió forintot kell költeni a településnek erre a dologra. Ha ezt átvetíteném mondjuk egy játszótérbe, akkor mindjárt érzhetnék, hogy mi a lehetőség, mert ebben egy játszóteret mondjuk föl lehetne szépen újítani, vagy meg lehetne építeni 100-120 méter utcát felújítani. Tehát nagyon sok helyen lenne ennek a pénznek. És tekintet arra, hogy gyakorlatilag ezt a pénzt nem mi gyártjuk, hanem ez a állami normatívákból, pályázatokból, az adóbevételekből biztosítjuk. Ez egy kidobott pénznek is tekintető.